Múlt vasárnap a Frisby Hajdú Péterrel című műsorban jelentette be Gyurcsány Ferenc, hogy a kormány által tervezett előzetes regisztráció miatt és résztrájba kezd a Kossuth téren. A Demokratikus Koalíció három vezetője is csatlakozott a volt miniszterelnök akciójához. Vendégünk itt a stúdióban a Demokratikus Koalíció ügyvezető alelnöke Molnár Csaba, aki szintén is Jó reggelt kívánok, Molnár úr, köszönöm, hogy elfogadtam meghívásunkat. Jó reggelt kívánok. Egy egyszerű kérdéssel kezdjük, hogy van? Jól, ugye most már a harmadik napja befejeztük az éjségsztrájkot, kicsit próbáljuk visszahízlalni magunkat. Mennyit fogyott? 5-6 kilót körülbelül, nadrágon, zakon látszik leginkább, hogy lötyök, hogy ez egy erős éjségsztrájk volt. Miért viselte meg a legjobban Molnár úr ez az éjségsztrájk? Mert gondolom, hogy életében még sohasem volt egy hét, amit étel nélkül töltött volna el. Talán az állóképességünket kezdte ki legjobban az egy hét, az éjséget egy hétig azt hiszem jól ki lehet bírni. Egy egészséges embernek az olyan nagyon nagy megrázkódhatás nem jelent, de mivel folyamatosan napi 24 órában ott voltunk a Kossuth téren, 4-5 órát aludtunk egy nap, ezért 15-16 órán keresztül folyamatosan talpon voltunk és beszélgettünk a tére érkező választókkal. Egy nap 2-3 ezer ember is megfordult a Kossuth téren. Talán ez volt a legnehezebb, de aztán persze párhuzamosan a legjobb is, hiszen nagyon sok szeretetet, támogatást kaptunk. Soha nem este kisebb. Gyurcsány Ferenccel? Nem nagyon jutott eszünkbe. De gondolom voltak olyanok, akik étellel kínálták Önöket, nem? Én, Én nem találkoztam ilyennel, magunk között viccelődtünk azzal, hogy reggel, mikor kimentünk a sátor elé és megittük a teánkat, akkor azt mondtuk, hogy ez a reggeli, tehát ilyen poénok mindig vannak. Jól bírtuk, az éhezés lehet jól bírni. Na most azért azt mindenki tudja, Molnár úr, hogy Önök gyakorlatilag nem egy ilyen tisztító kúrába kezdtek, és nem azért vállalták ezt az egyhetes és egy sztrájkot, hanem ugye ennek az akciónak az Önök számára politikai üzenete volt. Utólag mérlegelve ez egy jó akció, jó kezdeményezés volt az Önök számára. Önnek igaza van, nem magunk kedvéért csináltuk ezt, hanem azért, mert úgy gondoltuk, hogy az előzetes választási regisztráció terve, amiről akkor már beszélt a kormány, és várhatóan talán ma be is nyújtják az erről szóló törvényjavaslatot, ez szerintünk a szabad választás lehetőségét csorbítja Magyarországon. Miért? És mivel, úgy láttuk, mivel úgy láttuk, hogy erről nem nagyon beszél Magyarország, hogy első ránézésre talán ez egy ilyen bonyolult, elvont alkotmányjogi konstrukciónak tűnik, ezért azt volna elérni, ezzel az egyhetes akcióval, hogy ez egy érdekes, izgalmas, mindenkit érdeklő ö, politikai témává váljon, és hogy kérdezi, hogy sikeres volt-e. Én azt látom, hogy erről beszélt a teljes nemzetközi sajtó, erről beszélt a magyar sajtó, az önök televíziója is nem egy alkalommal, sőt, a térre kilátogató választópolgárok szerint a hétköznapi életben is egy izgalmas kérdésé vált. Volt, aki azt mesélte nekem, hogy a fodrásznál hallotta, hogy az előzetes regisztrációról van szó, volt, aki azt mondta, hogy az az autószerelőnél beszélgettek erről. Nekünk ez volt a célunk, nem a kormány befolyásolása. Tehát az alapvetően, hogy a közbeszéd tárgyává tegyék ezt az előzetes regisztrációt ugye a választójogi törvényel kapcsolatban. Pontosan. Jó, megértettem. Ez ugye, mondjuk azt, hogy ez egy sikeres akció volt, mert talán így sokkal többet beszéltek róla, foglalkozott vele a sajtó, hogy ön is mondja. De ezen kívül ön szerint akár a demokratikus koalíciónak, akár a baloldali érzelmű emberek számára volt-e hozadéka az önök Azon túl, amit az előbb mondtam, hiszen az a legfontosabb hozadéka, hogy ez egy izgalmas, érdekes kérdés, azon túl is volt hozadéka, hadd mondjak néhány dolgot. Az egyik az az, hogy úgy néz ki, hogy bár nagyon finoman, nagyon visszafogottan, sok-sok ellenkező véleménnyel együtt, de mégiscsak valamilyen szimpátia, valami együttérzés kialakult ebben a dologban, Mármint az az Érségsztrájk kapcsán például a Szocialista Párt. Gondoljunk bele, hogy a, az Érségsztrájkot befejező demonstrációnkat, ami az Orbán kormány megalakulása óta Magyarországon a legnagyobb párt által szervezett utcai tömegrendezvény volt, ezt támogatta a Magyar Szocialista <hül> Párt, ezt támogatta a Szolidaritás Mozgalom, vagyis az a fő cél, ami azért végsősoron a szemünk előtt lebeg, hogy egy ellenzéki összefogás jöjjön létre, amivel le lehet váltani Orbán Arományát és Orbán rendszerét. Ehhez mintha egy lépéssel közelebb kerültünk volna. Igen, de hogyha, hogyha mondjuk azt az üzenetüket vesszük gorcsa alá, ugye, amit korábban az elmúlt napokban ugye Gyurcsány Ferenc is kijelentett, mármint, hogy ilyen bolykotra szólították volna fel ugye az MSZP-t és az LNP-t, akkor azt azért láthatjuk, hogy ez nem biztos, hogy ilyen jó üzenet volt, vagy hogy ezt mindenki meghallotta volna. Ez csalódás például az önök számára? Nem, hiszen a szocialisták azt jelezték vissza első körben, hogy csatlakozni fognak a bolykott felhívásunkhoz. Az LNP kétségkívül azt mondta, hogy ők szeretnének részt venni a választási hát, eljárási törvénynek. Tegyünk különbséget most a szocialisták vitájában. és a szocialisták között, mert vannak olyan szocialisták, akik viszont azt mondják, hogy azért választották őket be a parlamentbe, hogy ott üljenek, tehát hogy ne bolykottáljanak semmiért. az országgyűlési képviselőknek általában tényleg az a dolga, hogy az országgyűlésben legyen. De olyan fontos ügyekben, mint például tavaly volt az alkotmány, az új alaptörvény elfogadása, amit szintén a mi kezdeményezésünkre az teljes demokratikus ellenzék bolykottált, tehát vannak olyan ügyek, amikor meg kell mutatni, hogy nem asszisztálunk valamilyen jogszabály elfogadásához, még azzal sem, hogy a törvény elfogadása során bennülünk a parlamentben, mert ez legitimálja ezt a későbbiekben. Láthatóan ezt a szocialisták értik, hiszen ezt jelezték vissza. Az LMP azt hiszem, hogy ebben az ügyben nem jó úton jár, de nyilván ezt nekik kell eldönteni. Tehát nem tudom, ők. éppen a mai sajtóban, nem tudom már a népszabadságban, vagy hol olvastam, de Szanyi Tibor éppen ugye azt nyilatkoztam, hogy na, na hogy ott lesznek majd a törvény megszavazásánál. Amit még fontos lenne tisztázni annak érdekében, hogy akik például most csatlakoznak be erre a beszélgetésre, mármint ami kettőn közt zajlik, és innentől figyelik, mi alapvetően a demokratikus koalíciónak a problémája ezzel az előzetes regisztrációval? Az előzetes választási regisztrációnak ma Magyarországon egyetlen egy célja van, hogy csökkentse a választásokon résztvevő választópolgároknak a Ezt számát. Magyarázza már meg nekünk, hogy mi csökken. Ez, ez egy abszurd dolog, hiszen. Normál esetben éppen növelni kéne, minden több embert buzdítani. Gondoljunk bele, Magyarországon van 8 millió választópolgár. A 8 millió választópolgárnak alkotmányos joga választani, és az elmúlt 22 évben nem kellett őket regisztrálni, egész egyszerűen azért, mert valamennyien regisztrálva vagyunk. Ön is regisztrálva van, én is regisztrálva vagyok, benne vagyunk a lakcímnyilvántartásban, a lakcímnyilvántartás alapján pedig tud rólunk a saját államunk. Vagyis nincs szükség arra, hogy én külön bejelentkezzek választani. Ha csak 10 emberrel kevesebben jelentkeznek be a 8 millióból, nyilván extrém példát mondok, nem 10, százezrek fognak kimaradni a választásból, ezek az emberek elveszik a választáshoz való jogukat. Da, de hát rá, úr, nem úgy van, hogy aki az utolsó pillanatban is el akar menni szavazni, vagy az elmúlt években el akart menni szavazni, az elment. Aki most megkapja ezt a regisztrációs évet, és úgy érzi, hogy el fog menni szavazni, ez nyilván vissza fogja küldeni. Nem? Nagyon sokan Magyarországon az utolsó pillanatban döntenek. Van olyan kutatás, ami a 2002-es és a 2006-os választásokról azt mondta, hogy 800 ezer szavazó, ez nagyon sok, 5 millióan mentek el, 800 ezer szavazó a leges legutolsó napon döntött arról, hogy elmegy szavazni, már pedig azt mondja most, azt mondta tegnap Lázár János államtitkár úr, hogy ezzel a választási feliratkozással egyszerre három választásra iratkozunk föl. Ők azt mondják, hogy a parlamenti választások előtt 15 nappal ez lezárul, vagyis az utolsó 15 napban már nem lehet választani, az utolsó pillanatban szavazóknak már elveszik a szavazójoga. De vigyük tovább, ha három választásra jelentkezünk be, akkor ez igaz, hogy a parlamenti választások előtt, ami április-májusban lesz, 15 nappal történik. De az európai parlamenti választásoknál, ami ugye júniusban lesz, ott már egy hónappal vagy kettővel előtte történik. Az önkormányzati választásoknál, ami pedig októ. Októberben lesz, ott pedig már fél évvel előtte lezárul a regisztráció időpontja. Magyarán szóval nem utolsó pillanatról van szó, utolsó fél évről, egészen hosszú időszakról. Nézzem, Alnár nyilván nem az én tanácsomat fogja elfogadni, sem ön, sem pedig De Gyurcsány lehet. Ferenc. De ugye mindenki nagyon jól emlékszik Gyurcsány Ferencnek ugye az évekkel korábbi kijelentésére, hogy nem az utcára kell vinni a politikát. Én magam is azt gondolom, mint választópolgár, hogyha önök már bent vannak a parlamentben, akkor vegyenek már részt minden nemű szavazáson. Egyébként még egy dolgot tisztázunk, mert szerintem erre még van időnk, hogy most ki legyen a baloldal kormányfőjelöltje. Eddig mindenki szerintem azt gondolta, vagy talán sokan azt gondolták, hogy majd Gyurcsány Ferenc lesz. És nyilván, amikor éhes volt Gyurcsány Ferenc, valamelyik nap a sátrában ugye éppen úgy fogalmazott, hogy őt már ne jelöljék, nem is engedni. Akkor Mesterházi Attila lesz? Nézze, fél évvel ezelőtt mi már azt mondtuk, nincs ebben egyébként semmi újdonság Gyurcsány Ferenc ezen a héten elmondott mondatában. Fél évvel ezelőtt mi már azt mondtuk, hogy a demokratikus koalíció az a parlamenti párt, aminek az együttműködéshez semmilyen előzetes feltétele nincsen. Mi feltétel nélkül tudunk belemenni egy ellenzéki együttműködésbe. Ebben egyébként benne volt az a mondat, amit a héten Gyurcsány Ferenc mondott, hogy ő nem kíván miniszterelnök jelölt lenni. Nagyon egyszerű a szabály, szerintem mindenki így gondolja. Annak kell miniszterelnök jelöltnek lenni a demokratikus ellenzéki oldalon, akinek a leges legnagyobb támogatottsága van. Mesterházinak ezt... van ekkor a támogatottsága ön szerint? Én azt hiszem, hogy jelenleg a szocialista pártnak nincsen még elegendő támogatottsága, de az lmp nek sincsen, és a demokratikus koalíciónak sincsen. No, nem akarom két, meglepni. megoldás lehet szerintem nem egyszerűséggel. Vagy valamelyik jelenlegi ellenzéki pártnak a legerősebbnek a jelöltje tud lenni, vagy valamilyen külső személy, ugye ez utóbbiban talán legtöbbet Bajnai Gordon volt miniszterelnököt szokták emlegetni. Na, nem véletlenül mondja ön is ezt a Nevet, mert bár a mi felmérésünk ugye nem reprezentatív, nézőinket ugye ma arról kérdezzük, Molnár úr, hogy ön szerint ki legyen a baloldal miniszterelnök jelöltje 2014-ben, hát hogyha jól látja, hogy ha nem kell szemüveg önnek, akkor 71%-ban pillanatilag ugye Bajnai Gordonra szavaztak a -e legtöbben. Hogyha... Ez talán jelent valamit. Ha, ha azt kérdezné tőlem, hogy a demokratikus koalícióhoz, politikájában, világlátásában, gazdasági felfogásában, vagy általában politikai felfogásában Bajnai Gordon vagy Mesterházi Attila áll közelebb, akkor azt mondanám önnek, hogy Bajnai Gordon áll közelebb, de ez nem jelenti azt, hogy most eldőlne az a kérdés másfél évvel a választások előtt, hogy ki az, akinek a legnagyobb támogatottsága van. Az önök kutatása most ezt mutatja. Én, Én azt mondom, még egyszer hogy, mondom, nem reprezentatív. Tehát... Azt gondolom, hogy Bajnai Gordon, már bebizonyította, hogy alkalmas arra, hogy miniszterelnök legyen. Hát, Molnár úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Szerintem még egy órát kell arra várni, hogy a büfény kinyisson. Gondolom, éhes. De hogyha nem, nem tudja éhes. ezt megvárni, hogyha akkor visszamegy a VIP szobába, akkor ott egy kis kekszel készültünk. Gondolom, ilyenkor az is jól esik egy hétéség sztrájk után. Köszönöm. Nagyon kedvesek, azt. köszönöm szépen.